még most is erre vágyom, céltalan keresés. Egy csepp remény az álmom, bár csak elérném, hogy átélhessem újra az otthon melegét, s a féltőlelés. Nincs több megoldás, mint nélküled születhet káosz, bolyongás. Így mindenünk elveszhet, érzik csalódás, hogy ilyen volt az élet, de meddig tartható. Kedves nézőink, ismét itt van a női szakasz. A mai vendégem pedig egy fiatal művésznő, Svak Polett, alias Polly. Szia, Polly! Köszöntelek sok szeretettel itt Újpesten. Köszönöm a lehetőséget, hogy itt lehetek. Szinte frissen jöttél a TV2 képernyőjéről, hiszen ugye a nagyon népszerű Sztárban láthattak most téged a nézők. Azt mondd már el nekem, hogy milyen színészként kiállni egy ilyenbe, és aztán valaki más, egy énekesnő bőrébe bújni? Igazából nincs sok különbség egy színházi előadástól, annyi, hogy rövidebb talán, mert hogy csak 3 percig tart még a dal. Uh-huh. Hát nagyon jó érzés szerintem, én nagyon pozitívan éltem meg hát főleg, hogy a példaképen bőrébe bújhattam, ugye Judy, Faust énekesnője, és ugye nagyon-nagyon jó volt, hogy ő lehet. Sokat gyakoroltál rá? Nagyon-nagyon sokat, igen. Meg, ugye, de annak meg is lett ugye az eredménye. Félig meddig mondhatjuk. Igen, meg hát ütöttek, tehát hogy otthon, úgy értve nem fizikálisan, hanem lelkileg ütöttek, hogy igen, és ebben nagyon ott kell lenni, mert hogy a párom írta ezt a dalt, uh-huh. és Ő egy maximalista ember, uh-huh. ő nem fogadja el ezt a dalt akárhogy előadva, úgyhogy igen, nagyon-nagyon sokat gyakoroltunk minden mozdulatot megpróbálni levenni, uh-huh. mimikáját, hangját. És ez azt gondolod, hogy például egy színészi léthez hozzáadhat, hogyha valaki egy ilyenbe kipróbálja magát? Tehát, hogy látod ennek a pozitív oldalát? Hogy mondjuk elindulsz egy ilyen műsorban, belebújsz valaki bőrében, és mondjuk azt gondolod, hogy például ez a színészi játékodra, ez például a későbbiekben hathat? Abszolút, hiszen az is arról szól, hogy megfigyelünk embereket, megnézzünk más előadásokat, ki hogy csinálta, nagyobbaktól eltanulunk egy-két dolgot. Például nagyon sokszor néztem Lata Bárt, hogy ő milyen zseniális volt, Hoffit. Uh-huh. És ugye ezekből lehet tanulni, hogyha valaki valamit jól csinál, akkor az minket fejleszt, és uh-huh. mi még jobbak lehetünk a színpadon. Tehát ez is, hogy én egy másik ember bőrébe bújtam, egy nagyon sok plusz dolgot adott nekem. Ki kellett lépned esetleg a komfortzónából, és olyanokat is csinálni, amit te mondjuk amúgy színpadon nem csinálnál. Igen, abszolút. Az engem annyira érdekel, hogy ugye ott a Sztárban olyan zsűritagok voltak, akik már előtte végigcsinálták ezt a műsort, akár mondjuk például meg is nyerték, mert ugye 3 nyertes is ül a zsűriben, hogy például őket követted, hogy ki mit csinált előtte, már az előző szériákat abszolút. Nézegetted? Én mindig. És neked megjelent. Ki volt a kedvenced? Én nagyon szerettem a Gabit benne. Nagyon szerettem a Bereckit is, szerintem ő zseniális volt. Igazából szerintem mindenki a maga módján tökéletesen teljesített a műsorban. Nyilván vannak olyan hangok, amiket nagyon nehéz leutánozni, és ugye nem ők választottak a műsorban, de szerintem erejük a felett teljesítettek mindig.
Akik... Úgy gondolod, hogy ezek a magyar énekesek azért nagyon tehetségesek, hogyha ennyi mindent meg tudnak mutatni? Szerintem igen, azért Magyarország eléggé jó tud lenni. Kicsit vitatkoznék a zenei stílussal, ami most nagyon Magyarország képviseletében van, mert szerintem egy kicsit rossz irányba halad a zenei kultúra. Igen, úgy látod, hogy... Igen. Mert tudod, van ez a youtuberek, igen. Ugye most ez nagyon divat, ugye a youtuberek, van, aki meg rádió hallgatottságnak megfelelő zenét kell, igen. gyártani, igen. hogy az kedves legyen a szerkesztőknek, és az nem biztos, hogy mondjuk az előadóhoz közel áll, igen. de kénytelen egy olyan számot érni, amit a rádiók játszanak. Így van, és ez szerintem elég szomorú. És te, mint énekesnő, ugye, aki azért már jó néhány helyen énekeltél, meg saját videóklipped van, hogy te látod ennek a nehézségét? Abszolút, mert nem lehet tudni, hogy éppen mi az, ami kellhet. Uh-huh. Van egy adott dal, mondjuk lehet, hogy ez egy nagyon jó dal, és lehet, hogy Romániában játssza a rádió, de Magyarországon nem fogja, mert itt olyan dolgoknak kell megfelelni, amiket még nem tudok. Hogy mik azok, hogy azt játssza a rádió, mert... Nem adnak egyértelmű választ, csak azt mondják, hogy hát ez nem egy olyan... Hát, hogy nem, esetleg nem a rádióba való dal, de hát akkor mi az? Hát, hogy ezt nem lehet erre rájönni, hogy mi alapján válogatnak dalokat, mert én hallgatok rádiót rendszeresen, és már hát, ha valaki éneklésre foglalkozik könnyű zenével, akkor annak biztos, hogy követnie kell. Igen, de inkább átmegyek a retro rádióra, mert ott tényleg olyanok vannak, amik jók. Aha. Pedig hát elég fiatal vagy ahhoz, hogy retro rádiót hallgass. Igen, csak szerintem. A mai kínálat számomra nem kielégítő. Aha, tehát úgy gondolod, hogy a mai zenei irányzat arra tart, vagy ott tart, hogy esetleg a könnyebbik utat választja, és nem a könnyű zenében a művészet igen, felé visz. Igen. Én már meg se ismerem, hogy kinek mi az, ki az előadója, vagy mi ez a dal, mert nekem konkrétan mindegyik egyformának tűnik. Uh-huh. Így hallgatom, és nem ez volt az előbb is, hanem itt van valami más hangszer is, de hogy egy sima téma, és arra valamit rákolni. De azt tudod, hogy ez így nagyon nehéz lesz. Hát tehát, tudom. Hogy akkor, makacs akkor, vagyok nagyon. Igen, nehéz fába. De akkor biztos tapasztaltad, hogy mondjuk kint Romániában, hogy mi az elvárás, és hogy itt Magyarországon... Igen. Hát például... Magyarországon nem annyira fogunk próbálkozni szerintem, mert mi nem tudunk olyat zenélni, ami ide megfelelő lehet, mert nem ezek vagyunk. Se Zoli, se én. És azt mondod, hogy te nem adod, tehát azért te nem fogsz olyan számot elénekelni, és nem fogtok olyan létrehozni, olyan zeneszámot, csak azért, hogy mondjuk háromszor, négyszer lejátszák igen. egy nap, hogyha te nem. Egyébként te ennyire önazonos vagy, például a színészetben is azt vállalod el, azt csinálod, amire azt érzed, hogy te önmagad vagy. Hát a színészetben az megint más, mert szerintem minden karakter bennünk van. Tehát, hogyha azt mondják, hogy én legyek Júlia, jó, alkotomnál fogva ez nem fog megtörténni, de hogy nyilván mindenkiben fiókok vannak. Most én is tudok egy nagy kislány lenni, én is voltam szomorú, elő tudom azt venni. Ugyanúgy a Dajkát is el tudom játszani, hiszen tudom azt is, hogy milyen érzés, amikor gondoskodunk valakiről, szeretünk, milyen viccesnek lenni. Az megint más, mert ott szerepet játszok, de én a zenében nem szeretnék szerepet játszani, és azért csinálni dalokat, meg olyan dalokat, ami elvárás. Uh-huh. Nem, én azt szeretném, hogy belőlem jön ez a dal, és az én igazi mondani valóm legyen benne, nem azért akarok egy dalt csinálni, hogy az megfeleljen. Egy ilyen fiatal művész, mint amilyen te vagy, hogy akkor a youtuberek és az influencerek világában, akkor hogy képzeli a jövőjét, hogy vajon hogy fogod a lábadat itt meg? Hiszen én is látom, hogy nem csak fiatalok, de jóval idősebb korosztályok is, ugye akkor fölvették, és aztán a YouTube-nak, illetve a mai könnyűzenei elvárásnak megfelelően írnak, vagy iratnak számokat, vagy akár ugye bekapcsolódtak ebbe az influencerségbe, hogy ilyen megtartsák a rajongótáborukat, illetve hogy a figyelmet még jobban magukra húzzák, hogy akkor például te, aki ennyire fiatal vagy még, hogy ő hogy látja a jövőképét? Én hiszek abban, hogy megtalálom a közönségemet, akik még hisznek egy olyan zenébe, ami nem egy sablon zene, aminek van mondani valója, ami szól valamiről, valamit képvisel. Nem négy hangból áll. Igen, aminek
tényleg egy történet van mögötte, érzések, és nem csak egy elénekelt téma, mert ugye az most fú, nagyon fog menni, mert tök jó a ritmusa, de semmi nincs benne. Biztos te is érzed, vannak ezek a fiatal előadók, akik ugye már a káromkodásmentességtől sem állnak, sőt, tehát ugye rendszeresen káromkodnak a számékban, bár én azt gondolom, hogy az alpárságot azt nem szabad fölemelni, a művészetek mellé, tehát hogy az nem feltétlenül egyenlő, hogy akkor te azt például, akkor azt egyáltalán nem tudod követni, hanem te magad is elutasítod. Nem kérték meg azt, hogy figyelj, Polly, lehet, csináltunk belőled énekesnőt, vagy sztárt, de akkor ezt és ezt fel kell húzni magadra. Hiába kérnének meg rá. Teljesen hiába. És mondjuk azt mondja, hogy de akkor mit tudom, nem lesz holnap után, vagy akkor azt mondod, hogy figyelj, akkor várok éveket, vagy évtizedeket, és akkor majd akkor jön. Igen, majd biztos, hogy eljön ennek az ideje. Valami, mindig történik valami. Tehát volt a rock and roll, kiment a divatból, visszajött. Rock kiment a divatból, visszajött. Hiszek abban, hogy visszajön a művész érték. Tehát Magyarországra hiszek benne, hogy egyszer ez is elmúlik, ez a korszak lecseng, és visszajön az igazi zene, ami színház, ami vagy éneklés, vagy mind nem a kettőt? Nem tudnál választani? Nem. Ilyen sokoldalú ember vagy? Tehát próbálsz sok, ahova azt hiszed, hogy van képességed és érdeklődésed, abban szereted kipróbálni magad? Igen. Mert ugye nem biztos, mert a könnyű zene az nem feltétlenül jár együtt mondjuk a színházzal. Igen, de hogy én éneklek musicalt is, meg operettet is, tehát hogy ezért a zenés színház sem állt távol tőlem. De ha színház, akkor inkább a próza. A prózát jobban kedvelem. És akkor mellette musical, meg az opera. Igen. És mellettük könnyű zene, rock, bármi. De igazából a prózát, szereted. Azért elég furcsa beállítottságú, vagy tényleg olyan furcsán vagy. Igen. Vagy egy kicsit, kicsi furcsán vagy összegyúrva, hogy ugye operett, musicalt énekelsz, mellett ugye könnyű zenei számokat írtok, és ugye videóklipjéd is vannak, de közben azért a prózai színházat kedveled. Igen, úgy tényleg nehéz életet választasz magadnak. Abszolút, igen. Azt szerettem volna még tőled megkérdezni, hogy a fiatalságodban mennyire mutat neked utat például a környezetedben levő színészek? Tehát, hogy van olyan, akire hallgatsz, akire felnézel, akire például mentorként tekintesz? Volt. Igazából már most annyira a zenében tevékenykedem, hogy színházat tényleg csak ezt a Holdvilág színházat csinálom, azt annyira nem. De igen, a tanárom volt az, akinek minden szavát megfogadtam, és mindig azt csináltam, amit De akkor mondom. Mégiscsak hallgatsz valakire. Persze, hát én nagyon befogadó vagyok. Azt mondta, olyan vagyok, mint a szivacsit, szívom be magamba a dolgokat. Ő Jancsó Sarolta volt egyébként. Nagyon-nagyon sokat tanultam tőle, meg erőt adott, meg vagy ne az, hogy a próba után sírva kimegyek, hanem igenis ki kell állni a nehéz dolgokat, a kritikát, a kiabálást, mert hogy tehát az volt nagyon nehézebb a szakmában, hogy el tudjam különíteni, mert hogy tök jó el vagyok vele, meg jó barátság van közöttünk, és a munka alatt meg mondjuk üvölt velem, mert éppen nem ott állok. Hát igen, és nem tudtam ezt elkülöníteni, hogy ne személyesen, most szeret, vagy nem szeret, mégse, vagy most mi történik, de hogy nagyon felépítette valamennyire a lelkemet. De hát még van, amikor összeomlik azért. Az éneklésben vannak példaképeid, akit szívesen hallgatsz, vagy akitől szívesen tanulsz? Hát mondjuk a Judy. Igen. Judy a legnagyobb példaképem. Most a Sing Vicky is hatalmas példaképem lett, ő az énektanárom egyébként, és azt érzem, hogy ő az igazi. Mert hogy végre megtaláltam azt a hangot, amit követni szeretnék, ami tanítani tud, amit érzem, hogy az én utam. Őnála érzem azt, hogy a legtöbbet tudok fejlődni. Mert voltál már előtte más énektanáromnál is? Igen, sok helyen próbáltam. Nagyon szerettem őket is, csak mindig a klasszikus vonal volt, amit tanítottak. És
Nagyon szerettem a klasszikus éneket is, csak hát most Egy könnyű nem zenei, az az igen, én könnyű zenében vonalam. azért ezt meg kell, ez egy kicsit más technikát Abszolút, kíván. abszolút teljesen más, és akkor ugye a Viki a kevert hangképzést tanítja, ami igen, na ezt akarom, ez, igen, ez az végre, valaki érti. Megtaláltad te saját énekhangodat? Igazából sokáig két úton voltam, mert ugye volt ez a klasszikus vonal, aztán bekeveredtem egy rockzenekarba énekesnőként. És akkor hát ott nem énekelhettem fejhangon, mert hát Igen. kivágtak volna. És elkezdtem teli torokból üvölteni. És valami megrecsent a hangszalagomban, és úgy éreztem, hogy valahogy a kettő között kellene utat találnom, de tanár nélkül nem fogok. És a Szilárdot kérdeztem, hogy tud-e nekem énektanárt, és ő javasolt párat, és én a Vikit éreztem, hogy ő kell nekem, és mai napig úgy érzem, hogy jól választottam. Hogy jól választottam. Én is azt gondolom, hogy egy remek-remek énekes, és abszolút. Hogy látod a jövődet? Jó azt, hogy a könnyű zenét azt tisztába tettük, hogy azt nem biztos, hogy itthon fogod megtalálni, de egyébként képes lennél például a határon túl is életet és egy karriert esetleg Igen, tervben van. Kezdeni? Tehát most van egy olyan terv, hogy én elmegyek hajóra, két lányjal show műsort csinálni, Latin show, meg Rockabilly. Ezen kívül, de ez csak ilyen alkalmi, tehát hogy ilyen vendégzenészként mennénk ki, aminek nagyon örülök, mert a latin az nagyon közel áll hozzám. Hát igen, a kinézeted is. Amellett a rock latinos. Is, én szeretném a saját életemet rockban felépíteni, tehát pop-rockban, mert úgy érzem, hogy nekem az, tehát hogy mindig mindenki lebeszélt a rockról, és most döntöttem el, hogy nem érdekel most már senki. Tehát ugye engem nem érdekel, hogy ki mit mond, hogy mit énekeljek, én már voltam featuring rapper. Nem ezek az én vonalaim. Nekem a rock az, ami innen tudom, hogy az jön. A szívből jön, meg mondjuk a hangszálaid, a biológiai adottsághoz közel. A hangomhoz is az illik, igen. És most ebbe a projektbe fogtam bele, hogy elkezdtem én egy rockdalt, azt hangszerelem kisebb-nagyobb sikerekkel, de előbb vagy utóbb elkészül, remélem. Mert a legutóbbi videoklipped, ami megjelent azért, az nem rockos. Az nem rock. Az nem rock. Annak van egy kis népzene irányvonala, nem? Van abban szerintem, abban a zenében Zolinak a szíve van benne szerintem inkább, de az is többször át lett hangszerelve már, mert nyilván ő is megpróbált egy rádiós hangzást. Tehát mindig afelé hajlik ő is, hogy hogyan tudná betenni a rádióba, és hogy már ő is. Tehát először nem érdekelte őt se. De csináljuk aztán rájött, azt, hogy ami innen jön, ami nekünk tetszik, és ő most már a rádió felé elment, én még tartom magam. Én még tartom magam, és hiszek abba, azért akkor a rockot annak is van közönsége. Szerintem, hogyha azt csinálom majd, ami én vagyok, akkor nagyobb lesz a közönség is. Kedves Poli, köszönöm szépen, hogy itt voltál, és nagyon sok sikert kívánok neked, úgyhogy majd légy szíves, majd küldd át, amikor kész lesz az új videóklipped, az új rockos rendben. Rendben. Mert arra is nagyon kíváncsi vagyok, hogy rendben. Ez a sokszínű lány vajon mit fog kihozni magából, mint rock énekesnő. Jó, köszönöm szépen Én még egyszer, köszönöm. Hogy itt voltál nálunk Újpesten. Köszönöm szépen, hogy itt láttam. Kedves nézőink, ez volt a Női Szakasz, találkozunk jövő héten is. Viszontlátásra! Egy csepp remény, a tettek fontosabbak, ha egyszer szeretnél.